Önök a Cikáról magazint látják, köszöntöm nézőinket! Hamarosan megkezdődik a Bátasziki Agrárlogisztikai Központ építése. Az ipari park első vállalkozása várhatóan jövő márciusban már meg is kezdheti működését. Bátaszék legnagyobb fejlesztése az elmúlt 5 esztendőben az ipari park és benne az Agrárlogisztikai Központ. A beruházástól azt várja a városvezetés, hogy élénkíteni fogja a térség gazdaságát, és további vállalkozások települnek majd meg a parkban. Az elmúlt 5 évben nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy Bátaszék egy olyan beruházást tudja megvalósítani, ami munkahelyteremtő céllal tud majd létrejönni. Nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg a mai napot, amikor is aláírtuk a kivitelezésre vonatkozó szerződést. A logisztikai központ kivitelezője szerint, amennyiben különleges akadály nem lesz, márciusra működőképes lehet az épület. Egy viszonylag egyszerű, egy tetszetős építeti megjelenésű csarnok készül, 1660 négyzetméteres hűtőcsarnok, panelos homlozati borítással, lapus tetős kivitelben, és benn pedig a hűtőházaknak a tervszinti kialakítása történik. Ennek az épületen belül pedig az infrastruktúrának az elhelyezése egy-két szintes elküldett részen épül meg a csarnokon belül. Maga a teljes lett lekerítve, rendezve az ipari parkba, kiszolgáló utakkal, parkolókkal és a teljes közműellátással. Több éven keresztül, több verzióban gondoltuk, hogy hogyan is valósuljon ez meg. Úgy gondolom, a mostani tervek azok már ténylegesen tartalmazzák azokat a műszaki paramétereket, ami a később üzemeltetés szempontjából is megfelelő. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy tudjuk tartani azokat a határidőket, amik a szerződésben szerepelnek. Természetesen időjárási körülmények még ezek befolyásolhatják. Úgy tervezzük, hogy néhány héten belül egy ünnepélyes alapkőletétel keretében újra napirendre kerülne ez a kérdés, és hát azt szeretnénk, hogy a 2020-ban már üzembe tudna venni az a üzemeltető, akivel a város megkötötte a szerződést, és működőképesen tudná segíteni adott esetben Bátaszék gazdasági fejlődését. Ezzel a beruházással párhuzamosan egy 6 hektáros terület alapinfrastruktúrával történő ellátása is zajlik, mely várhatóan szeptember-október hónapban be is fejeződik. Ugye ez megteremti annak a lehetőségét, hogy ezen a területen több vállalkozás is, és újabb vállalkozások is meg tudják vetni a lábukat. Előkészítő folyamatok és szerződések már vannak, hiszen van olyan gazdasági társaság, aki a Bátaszékben gondolkodik, és pályázat keretében szeretne egy gyümölcsfeldolgozót megvalósítani, és több érdeklődő is van, aki úgy gondolja, hogy a terület adottságai, Bátaszék elhelyezkedése, akár közlekedési szempontból, illetve mindazok a feltételek, amit a város tud biztosítani, ez számára megfelelő lenne, és ezzel reméljük, hogy rövid időn belül be tudjuk népesíteni ezt az ipari parkot. Az Agrárlogisztikai Központ megépítése a területfejlesztési operatív program támogatásából jött létre. A város a Tolnamegyei Önkormányzattól 550 millió forint támogatásban részesült. A kivitelezés összköltsége megközelítően 483 millió forintot emészt majd fel. Az elkészült üzleti terv alapján körülbelül 20 fő foglalkoztatását is megoldja majd a most induló projekt. A város több pontján is folynak beruházások, épül a Garai utca és felújítás alatt van az orvosi rendelő is. Elkészült viszont a Bézikheim játszótéren az új sportrészleg, és felszerelték a zajfogókat a lakosság nyugalma érdekében. Gépzaj, törmelék, építőanyag mindenütt. Ilyen képet mutat a Garai utca, amit most le kellett zárni a forgalom elől. Bár a felújítás a tervek szerint halad, ez azonban biztosan nem vigasztalja azt, aki a temetőbe igyekszik. A Garai utca egyébként gépkocsi közlekedés szempontjából is forgalmas, nem beszélve arra, hogy ezen az utcán keresztül lehetett és lehet megközelíteni a városi köztemetőt. Mivel a teljes Garai utcát építési területté kellett nyilvánítani, hiszen itt járművek mozognak, munkagépek mozognak az úton, építési törmelék található, ezért nem tudtunk más tenni, mint a Garai utca irányából a temető kapuit lezárni,
és megkérni a város polgárait, hogy a Nyéki utca irányából közelítsék meg a temetőt. Ez a továbbiakban is fenn fog állni. Ugyan most egy szakasz részleges átadásra kerül, így nagy valószínűséggel a temetőnek az északi bejáratát meg fogjuk majd tudni nyitni a temetőben látogatók előtt, de a fő bejárat, illetve a déli bejárat továbbiakban is zárva lesz, hiszen most áttolódik majd erre a területre a tényleges munkavégzés. A kivitelezési munkák első üteme az utolsó szakaszba ért. Kinyitjuk az eddig lezárt területet, és a következő terület a Nyéki utca felőli rész lesz lezárva a Garai utcába. Egy csapadékvízelvezető rendszer kiépítése folyik, ami komplexen magába foglalja a házaknak a csapadék víz összegyűjtő rendszerét is, egy járdafelújítás és egy új aszfaltos réteg fog kerülni az útra. Az út elég keskeny, és a csapadékvíz rendszer az majdnem, hogy a közepébe kerül kiépítésre, és ezért az autók nem férnek el a bontott útpálya szerkezet mellett. A tervek szerint másfél méterrel szélesebb lesz most az utca, mint volt, és biztonságosabb is lesz, és akkor így nyugodtan két autó el fog férni egymás mellett, ami eddig ebbe az utcába problémát okozott. Néhány méterrel arrébb az orvosi rendelő környékén is folyik az építkezés. Az épület esztétikailag már nem volt vállalható, mondta Bozsik Robert polgármester. Valamikor 2015-ben egy Európai Uniós forrásból ez az épület is, illetve a gyermekorvosi rendelőt magába foglaló épület is belülről átépítésen esett át. Akkor a források nem voltak elegendők azért, hogy a homlokzati részt is rendbe tudjuk tenni. Úgy gondoltuk, hogy eljött az a pillanat, amikor ezen javítani kell. A korábbi nem biztos, hogy jó technológiával végzett felületrészeket letisztítottuk, és néhány héten belül visszavakolás után egy új színnel meg tud újulni az orvosi rendelő belső udvara is. Ugye ez csatlakozik ahhoz a beruházáshoz, amit néhány héttel ezelőtt elkezdtünk, hiszen a rendelő előtti járda átrakása is napokon belül megtörténik, térburkolatossá. Ugye a közlekedés szempontjából is jobb lesz, illetve esztétikailag is megfelelő képet tud megmutatni. Durván a bekerülési költsége mintegy 1,8 millió forint lesz ezeknek a beruházásoknak, melyet saját forrásból természetesen. Elkészült a Bézikhelyi játszótér fejlesztése. A generációk parkja új játékokkal és sporteszközökkel is bővült. Az eszközök használhatósága szempontjából valóban egy több generációs játszópark tudott itt megvalósulni az elmúlt időszakban. Ezt a folyamatot jó néhány évvel ezelőtt, valamikor 2008 környékén kezdte meg az akkori városvezetés, akkor döntött úgy, hogy ebből egy játszóparkot kellene kialakítani, akkor készültek el az aszfaltos pályák, azóta folyamatosan korszerűsítettük, és az európai szabványnak megfelelő játékok kerültek elhelyezésre, illetve az elmúlt 5 éves ciklusban megkezdtük az ütőscsillapító szigeteknek a cserét, és ebben az esztendőben is egy játék alá gumiütőscsillapító szigetet tudtunk építeni. Emellett próbáljuk egy kicsit a környébeli lakók nyugalmát is őrizni, hiszen az ezévi karbantartási beruházási feladatok között labdafogó hálókat szereltünk föl a mögöttünk látható sportpálya oldalfalára, annak érdekében, hogy az aljatást csökkentsük, és ilyen szempontból egy kicsit tényleg a lakók is jobban szeressék ezt a játszóparkot. És ebbe a folyamatba illett bele, amikor 2016-ban a város benyújtotta a pályázatát egy B-típusú sportparknak a megvalósítására. Ez egy 100%-os támogatással megvalósuló program, amit a Nemzeti Sportparkon keresztül jutott hozzá a településünk. A beruházás értéke mintegy 12 millió forint. Úgy gondolom, hogy ezek az eszközök is segítik ahhoz, hogy a fiatalok aktívan tudják eltölteni a szabadidejüket. Természetesen a játszótér rendjét is próbáljuk egy kicsit fenntartani, ezért az elmúlt testület ülésen a játszótér használatára vonatkozóan helyi szabályt alkotott a képviselőtestület, ami meg fog jelenni majd a játszótér területén is. Kérjük egyrészt a szülőket, fiatalokat is, hogy minden játékot a rendeltetésüknek megfelelően használjanak, annak érdekében, hogy ez minél hosszabb ideig a közös tulajdonunkban lehessen, és minél hosszabb ideig tudjuk megfelelő módon használni. A tervek szerint azok alatt a játékok alatt, melyek alatt még nincsen az európai szabvány szerinti ütésvédelem, még ebben az évben elkészíti a város.
Most rövid reklám következik, majd a múzeumok éjszakáján készített kisfilmünkkel folytatjuk a Cikádor magazint. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező, konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Folytatjuk a Cikádor magazint. A 17. alkalommal rendezték meg a Múzeumok éjszakája című rendezvény sorozatot szerte az országban. Az eseményen több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak. A hivatalos program a hétvégén zajlott, Bátaszéken egy nappal később nyíltak ki az intézmények kapui a szokatlanul késői órán. Sőt, még a tűzoltói szakmába is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A tűzoltó szakma rejtelmeiben mélyedhettek el az érdeklődők a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon. A gyerekek élvezettel próbálták ki a különböző felszereléseket, majd nem csak a tűzoltó autóba, hanem annak a tetejére is felülhettek. Ezért szeretem a tűzoltót. Tűzoltót? Meg mit csinálnak a tűzoltók egyébként? Oltják tüzet. Majd a kicsik tárlatvezetésen vehettek részt a bátaszéki tűzoltóságon. A gyerekeket leginkább a tűzoltó sisak, a bevetési ruha és a tűzoltó autó érdekelte. Az 5 éves Marcel azonnal ki is próbálta az egyik felszerelést. Édesanyja azt mondja, a kisfiút nagyon érdekli a tűzoltók világa, és hősként tekint rájuk. Éppen ezért jöttek el idén is a Múzeumok éjszakájára. Szerintem érdekes, hogy mit csinálnak, mert nem mindenki lát ebbe bele, így, hogyha nem látjuk. Eszközöket is kipróbáltatok esetleg? Igen. Miket? Sisakot, ruhát is talán fölpróbált tavaly. Autóba beült, megnézte, hogy milyen belülről ment vele egy kört. Az előadást a tűzoltóságon legrégebb óta dolgozó Tresner József tartotta, aki érdekes történetekkel, régi dokumentumokkal és igen látványos tűzoltó felszerelések bemutatásával tette élvezetessé ezt a rendhagyó estét. Ez a 60-as évek sisakja. Ez mennyiben más, mint most az is azért védte a fejüket? Igen, ezen is ugye volt egy kepi, amit le lehetett húzni. A mai napig lehetne használni mégis, mert ugyanúgy üvegszálasból készült, mint ezek. Csak hát azért korszerűség, mint nem volt lámpa, de kell magyar azért lámpát föl lehet szerelni, meg az egy kicsit a kivitele is más. A kiállított tárgyak közül kitűnt az amerikai akciófilmekből ismert bevetési ruha és légzőkészülék. A tűzoltók napi használati eszközeiből állítottunk egy pár eszközt. Az például, amit kérdeztél, az egy védelmi bevetési ruha. Fölöltözünk abba a ruhába, hogyha megfordult, mert tudjuk, hogy a sima rendes bevetési ruhába. Ezt ugye a légzőkészülék rajtunk van, ezt fölveszük rá, és akkor ezt hermetikusan lezárja a tűzoltót, hogy milyen savak, lugok. Gyakran használnak ilyet? Nem. 1883-ban alakult meg a tűzoltó egyesület, most már ugye egyesület, akkor önkéntes tűzoltó testületként alakult meg. A tálat legrégebbi darabja egy 140 éves tűzoltó sisak volt. Ez még hagyaték. Uh-huh. Ez egy hagyaték. Ez a saját tűzoltóink használták. Ez a 1880-as évek, ez egy sima tűzoltó, választott tűzoltó, az pedig ugye a sárga zsikkal, a parancsnoki sisak, de ebből voltak már te díszesebbek is, részveretes, meg egyéb ilyen. Hát attól függ, hogy ki hogy engedhette meg magának, mert régen is az odafigyeltek a részletekre. Sajnos régi, kori tűzoltó ruhánk az nem maradt meg, de viszont az első parancsnoknak a sapkája az a vitrínben megvan. 1883-tól egészen hoppá, ez a pénztárkönyv, ez is ugyanakkor. 1883. Igen, 1883. Ez a jegyzőkönyvünk. Ugye itt az összes
esemény, ami történt a nagyközségbe, azt mint lejegyezték, ez egészen 46-ig. 46-ig, igen. Bóta Gyula, a tűzoltóság parancsnoka azt mondja, rengeteget változott lánglovagok eszköztára és az általuk használt technológia is. Ezt szerették volna megmutatni ezen a tálatvezetésen. A jelenlegi tűzoltótechnika ugye azért sokat fejlődött, ha csak mondjuk egy légzőkészülőkre, egy modern légzőkészülékről, vagy akár egy bevetési ruháról beszélünk, de nyilvánvalóan mondjuk egy modern gépjármű fecskendő is teljesen más, mint az itt mögöttem látható lovaskocsi fecskendő, illetve a különböző lajtoskocsik, amik korábban voltak. Most már ez azért össze van gyúrva, nagyon jó ki van találva az a technika, amivel most jelen pillanatban dolgozunk. Én mindenképpen szeretném rávenni a gyerekeket, felnőtteket, lesz rá arra lehetőség, hogy menjünk a gépjármű fecskendővel, hogy érezzék, hogy milyen az, amikor egy nagy tűzoltó autóban vagyunk. Mert a bátaszéki tűzoltóság bőven az 1800-as évek végén megalakult, mint önkéntes tűzoltó egyesület, és hát innen a kronológiát mutatjuk be folyamatosan, hogy hogyan változott, hol volt korábban a tűzoltóság, és hogy hol van most, hol dolgozunk mi. Eközben egy másik helyszínen, a bátaszéki tájház udvarán képzőművészeti és zenés program zajlott. Kovács Gábor muzsikus ismert dallamokat játszott le, ám a hangszer nem mindig volt szokványos. Előfordult, hogy egy felmosó nyelet vagy éppen egy bicikli pumpát fújt meg. A gyerekek nagyokat kuncogtak, miközben jó ízűt haraptak a szervezők által sütött nutellás palacsintából. Játszottunk meg... A nénivel tanultunk német éneket. A múzeumok éjszakájára izgalmas programokkal készültek a bátaszéki művelődési ház munkatársai. A tájházban tálatvezetésen lehetett részt venni, az udvaron német dalokat tanultak az érdeklődők, a Heimat tánccsoport jóvoltából, sőt különféle izgalmas anyagokból hangszert is készíthettek a gyerekek és szüleik. Idén igazából nem volt nehéz dolgunk, mert tavalyi év nagyon sikeresnek bizonyult. Elhívtuk Kovács Gábor muzsikust, aki ugye rendhagyó koncertet adott, tehát az érdekes hangszereivel, hangszerkészítéssel nagyon megfogta a gyerekeket, és még tavaly megígértették velünk a gyerekek, hogy idén őt visszahívjuk. Tehát így a fő produkció el volt döntve már tavaly, de ugyanúgy, mint tavaly, idén sem hagytuk ki a kézműves foglalkozásokat, a palacsinta sütést és evést, illetve, ami a legfontosabb talán, a tájháznak a nyitvatartását, az ingyenes megtekintését és az itt létet. A célunk mindenképp az, hogy a tájházat kicsit közelebb hozzuk az emberekhez. Tehát ne csak múzeumként, kiállítóhelyként gondoljanak rá, hanem akár rendezvények helyszíneként is, ahova a gyerekek már rutinosan, ismerősként jönnek vissza. Ugye több ilyen alkalom is van az évben, tehát itt húsvét hétfőtől kezdve, múzeumok éjszakája, és még sorolhatnám. De ez kimondottan ezért van ez a program, hogy a gyerekek, a felnőttek, ha egyébként nem is jönnének el a bátaszéki tájházba, de egy-két kísérő program, ami ide csalogathatja őket, akkor eljönnek, esetleg beismernek a szobába, ismerkednek a házzal, és ezzel az egész közeggel. A 17. alkalommal megrendezett Múzeumok éjszakája című rendezvénysorozaton több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak a szervezők országszerte. A rendezvény központi témája az idén az utazás és a digitalizáció volt. Több száz bátaszéki gyerek vett részt azon a bemutatón, ahol a tűzoltók, mentősök és rendőrök munkájába tekintettek be interaktív módon. Megtapasztalhatták, milyen körülmények között kell életet menteniük, tűzet oltaniuk. A füsttel teli sátorban való szerszámkeresés és az újraélesztés nyerte el a gyerekek tetszését a leginkább. A szervezők célja az volt, hogy ne csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel is gazdagodjon az ifjú generáció. Szívja a levegőt. Az újraélesztés és a mentősök feladatainak bemutatása volt az egyik, ami leginkább tetszett a gyerekeknek. A tűzoltói munkát igen látványosan illusztráló füstsátor volt a másik, amit izgalmasnak találtak a bátaszéki táborozók. Nekem a kutyasimogatás, ez a füstsátor, meg a mentő. A 9 éves Vinta Nora nagyon élvezte a bemutatót. Azt mondja, elképzelhető, hogy mentőssé vagy rendőré válik majd, ha nagy lesz.
Azért, mivel segítenek az embereknek. Tetszett nagyon a kutyasimogatás, meg a füstösátor. Igen, láttam már előtte ilyet? Nem. Vessalakba. Inkább valami kérdőjelhez. Akkor kérdőjelnek is jó. Kormányoz. Eközben egy harmadik helyszínen egy akadálypályán lehetett végigmenni biciklivel. Itt az izgalmas ügyességi feladat teljesítése mellett a biztonságos közlekedés alapjait is elsajátíthatták a gyerekek. Az, hogy a bringára duda is kellene, jó mondjuk, hogy a csengő a duda, de olyan, mint a kocsira. Hogyha valaki van előttünk, akkor pöp-pöp. Több száz gyerek vett részt a bátaszéki sportpálya mellett megrendezett bemutatón, azért ilyen sokan, mert a katolikus tábor résztvevői is csatlakoztak a gondozási központ nyári táborának, egyik leginkább várt programjához. A szervezők célja az volt, hogy ne csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel is gazdagodjon az ifjú generáció. A rendőrség közlekedési akadálypályát hozott ide a gyerekeknek, a tűzoltóság füstsátrat, illetve a tűzoltóautókat lehet megtekinteni, és a mentőszolgálat pedig különböző életmentő eszközöket hozott, és azokat mutatják be a gyerekeknek. Azért gondoltunk mi erre a programra, mert ez minden gyermeket érdekel, minden gyermek számára érdekes, és nagy örömmel jöttek a gyerekek, és annak is örülünk, hogy a katolikus tábor résztvevői elfogadták a meghívást. Külön köszönet a szekszárdi rendőrségnek, aki egy kisebb meglepetéssel is készült nekünk, ugyanis elhoztak két rendőrkutyát, és láthattak a gyerekek bemutatót, kutyás bemutatót, melyet nagyon élveztek, és a szervezésben nagyon sokat segített nekünk Szabó Ferenc, aki a bátaszéki tűzoltóságnak a munkatársa, ő szervezte le nekünk a rendőrséget, tűzoltóságot és a mentőszolgálatot. Bóta Gyula, a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság parancsnoka azt mondja, az, hogy örömet szerezhettek a gondozási központ és a katolikus tábor résztvevőinek, minden szervezést és erőfeszítést megért. A társszervekkel mi is itt vagyunk, rendőrség-mentőszolgálat. Mindenképpen ezt a nevezük mondjuk kéklámpás napnak, mindenképpen meg szeretnénk mutatni, hogy mi a mi munkánk, közösen karöltve a rendőrséggel, mentőszolgálattal. Egyrészt meg tudják nézni a mentőnek a felszereltségét, másik pedig egy rövid újraélesztési ismereteket próbálnak meg megszerezni a gyerekek. Hoztak ki a kollégák egy ambubabát, és ezen keresztül próbálják meg bemutatni, hogyha esetleg eszméletlen beteg van, vagy nincsen légzése, nincsen keringés, akkor hogyan lehet őt ellátni. Most már harmadik alkalommal használjuk ezt a füstsátrat, nagyon nagy sikere van. Szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy milyen az, amikor mi bemegyünk egy füsttel telített helyiségbe. Kicsit játékosan egy szobasugárcsövet elrejtünk nekik, és ezt meg kell bent keresniük egy darab elemlámpával. Igazából most szembesülnek mind a gyerekek, mind a felnőttek, hogy milyen nehéz az, amikor egy füsttel telített helyiségben szinte semmit nem látunk. Ezen kívül megnézhetik természetesen ugye a gépjárműfecskendőt, az összes tűzoltó szakfelszerelés kézbe foghatják, légzőkészüléket fölhúzhatják, illetve a nap záró akkordjaként pedig egy konyhatüzet, illetve egy szobatüzet fogunk nekik szimulálni. Természetesen tűzmegelőzési bizottsággal karöltve szeretnénk fölhívni itt a nyáron a figyelmet arra, hogy miért veszélyes az, hogyha esetlegesen olajat vízzel próbálunk megeloltani, illetve bár ezt a korosztályt még annyira nem érinti, de mindenképpen mondjuk az ágyba, illetve zárt térben történt dohányzás veszélyre szeretnénk fölhívni, és az itt mögöttünk látható kanapét, pontosabban kettő darab fotelt, azt el fogjuk égetni. Az úgynevezett kéklámpás nap a tűzoltók bemutatójával zárult. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!